Az a helyzet, hogy nem volt könnyű annak idején. Volt olyan eset, amikor szállásom nem volt, és a parkban aludtam, majd a hágai konferencia központban megtartottam az előadást, mert 9 órától előadásom volt, és a magyar zászló kint volt a konferencia épület előtt, csak nem volt annyi pénzem, hogy a szállásomra be tudjak menni. Nem volt szállásom. Úgy gondolja, hogy a szakkolégimoknak ebben nagy szerepe van, hogy amit most itt felsorolt, azokat az ember egyetemi évei során megtanulhassa? Feltétlenül. Feltétlenül egy olyan közösség, akik többet akarnak, akik többet vállalnak, és igazából véve ez a későbbi életük során ö, éveket jelent előnyként a a munkájukban. Tehát nagyon összetett a dolog, mert szakmailag fejlődnek, olyan emberekkel találkoznak, akik az iparban vezető pozíciókat töltenek be, ugyanakkor megtanulnak szervezni, megtanulnak vezetni, megtanulnak vitatkozni. Ezek mind mind olyan dolgok, ami rendkívül fontos az életben.